24. fejezet. Bess olyan biztosan tudta, amit tudott, mint még soha semmit. A családgondozó nem hívta vissza, pedig már este 9 volt, és másnap indulnak a haiti táborba. Többet nem feszegette a szökés kérdését Mollinál, de így is érezte, kapcsolatuk zátonyra futott. Pár napja érdeklődött a meghallgatásról, amivel időt tudnának nyerni. Bess arra számított, hogy Molly a köztük lévő feszültség ellenére is lelkesen fog beszámolni az eredményekről, legalábbis ha jó híreket kaptak. Ehelyett azonban Molly csak a fejét rázta. Jövő hétre halasztották. És ez baj? Kérdezte Bess. A jogi képviselő még mindig úgy gondolja, hogy haladékot kaphatunk, mi pedig elhisszük neki. Mi más tehetnénk? Igazából semmit sem lehetett ellenőrizni abból, amit Molly mondott az elmúlt hónapokban. Ezért úgy döntöttek, Bill körbeszaglászik egy kicsit. Felhívta az ingatlan közvetítőt, Paul Kerkárt. Utalt rá, hogy a sógoráik milyen épületet vásárolnának, és érdeklődött, hogy Paul tud-e hasonlót kínálni nekik. Talán igen, felelt az ingatlan közvetítő készségesen. Cseppet sem gyanakodott. Jacktől, mintha úgy hallottam volna, hogy az ő üzletük hamarosan lezárul, igaz ez? Igen, néhány héten belül biztosan. A szakértői vélemény szerint az épület tetőszerkezete javításra szorul. Bill lassan lezárta a beszélgetést. Miután letette a kagylót, Bessre nézett. Igazat mondtak, tényleg ingatlant vásárolnak a belvárosban. Bess ennek ellenére aggódott. Egyetlen levelet sem látott politikustól, és nem volt semmi, amiért úgy gondolta volna, hogy tényleg bevontak egy jogászt az eljárásba. Molly nem járt semmiféle megbeszélésre, legalábbis nem említett ilyesmit. Sőt, még Jack sem beszélt soha arról, kit sikerült megnyerniük az ügyük mellé. Sem a nevét, sem az irodáját nem emlegették soha, és egy árva szót sem szóltak arról, mégis mit tud tenni ez az ember, mikor előtte mindenki tehetetlen volt az ügyben. 12 órával a repülőgépük indulása előtt Bess még mindig ugyanúgy rettegett attól, hogy a nővéréjék szökést terveznek. Nem tudta bizonyítani, de minden porcikájában érezte. Ugyanúgy, ahogyan korábban is mindig megérezte, mire készül, mit gondol Molly, vagy azt, ha épp bajba került. Ezért kiderítette Wendy Porter clevelandi telefonszámát is. Bár az utóbbi időben Molly nem említette az ohiói család nevét, Bess emlékezett rá még korábbról, amikor a családgondozó először kereste fel Mollyt és Jacket, és Molly akkor minden részletről beszámolt a húgának. Bill még javában csomagolt, amikor Bess felment az emeletre, és előhúzott a nadrágja zsebéből egy kis cetlit. A gyerekek már aludtak, a holmiuk össze volt pakolva. Bess tudta, hogy a férje nem támogatná, hogy így beleártsa magát a dologba. Őt meggyőzte az ingatlan ügynökkel folytatott beszélgetés arról, hogy Molly és Jack nem terveznek szökést. De mi van, ha mégis? Mi más választása lehet még Bessnek? Ha nem telefonál most, akkor később nem lesz lehetősége. Még a szíve is kihagyott, amikor felemelte a telefont, és elkezdte beütni a számokat. Hosszú csend után kicsengett. Aztán egy nő beleszólt a vonal túlsó végén. Halló? Bess még a lélegzetét is visszafojtotta, hogy picit megnyugodjon, és átgondolja, mit is akar mondani. Behunyta a szemét. Hogy teheti ezt? És mit fog elérni vele? Képtelen volt megválaszolni a saját kérdéseit, de nem maradt választási lehetősége. Halló, Bess Peti vagyok, Molly Campbell húga, hadarta. Mármint Joy örökbefogadó anyjának a húga? Kérdezte a nő a vonal túloldalán némi habozás után. Fátyolos hangja elárulta a döbbenetét. Miért hív? Rajta Bess. Nagy levegőt vett és belefogott. Most már nincs visszaút. Mrs. Porter, az a helyzet, hogy... Wendy Porter egyedül volt, amikor Bess Peti felhívta. A kagylót szorosan a füléhez szorította, és próbálta megérteni, miért keresheti ő Joy örökbefogadó anyjának a testvére. A nő csak mondta a magáét. Arról beszélt, hogy Campbellék mennyire szeretik Joyt, és milyen életük van ott Floridában. Ezt most miért mondja nekem? Tudom, hogy Campbellék milyen csodálatosan nevelték Joyt.
De a férjemmel már minden rendben van, Mrs. Petty. Úgy gondoljuk, hogy jogunkban áll élni a lehetőséggel, hogy mi legyünk a fiunk szülei, különösen mivel a férjem néhány hónappal ezelőttig nem is tudott Joey-ról. Éppen ezért telefonálok. Tudja, valami történt, és úgy gondolom, hogy erről önöknek is tudnia kell. Hebegte zavartan Bess a vonal másik végén. Akkor kivágódott az ajtó, és Rip lépett be rajta. Kezében szatyor volt, amelyből kikandikáltak a palackok. Wendy intett neki, hogy maradjon csendben, és befogta a kagylót. Joey miatt hívnak, suttogta. Rip a szemét forgatta, leült a konyhapultra, és elővette az egyik üveg viszkit. Egy perc múlva már a második pohárral töltött magának. Ki az? Lépett Wendy mellé a pohárral a kezében. Wendy próbált figyelni. A nő valami haiti útról beszélt, és arról, hogy Campbellék talán többé vissza se térnek az Egyesült Államokba. Azt kérdeztem, ki az? Dörrent Rip Wendyre. Akárhol járt is, biztosan ivott már. A szemét is alig bírta nyitva tartani. Újra elhesegette. A kagylót szorosan a füléhez tartotta, a másik fülét pedig befogta, hogy képes legyen kivenni, mit mond a hívó. Külföldre utaznak? Hát én nem tudok erről. Rip pofákat vágott, kisé megtántorodott, és a poharát letette az asztalra. Ki utazik külföldre? Wendy biztosra vette, hogy behallatszott Rip hangja a telefonba. Wendy mindenképp el akarta kerülni, hogy Molly Campbell megtudja, milyen fejetlenség uralkodik náluk. Visszahívhatom később, valamit el kell intéznem. Kérem, ne halassza a dolgot, nagyon aggódom a helyzet miatt. Rendben, 5 perc múlva hívom, felelte Wendy, és felírta a nő számát. Alig tette le a telefont, Rip nekiesett. Megragadta a vállánál, és talpra rángatta. Mi a franc folyik itt? Rip, kérlek, ne szoríts így, próbálta Wendy eltolni magától, de Rip csak még erősebben fogta, ujjai satuként szorították a karját. Minden rendben lesz, ne aggódj, senki nem utazik el, szeretném visszahívni a nőt, mondta halkan, ügyet sem vetve a fájdalomra. Ebben a helyzetben az a leghelyesebb, ha hazudik, mindegy, csak Rip higgadjon le. Már megint felidegesítesz, lökte el magától, és fenyegetően nézett rá. A legrosszabb abban, ha ivott, az volt, hogy olyankor mindig ingerült lett, és mindenért Wendyt hibáztatta. Rip, ne! Megint arrébb taszította Wendyt, de közben majdnem elvesztette az egyensúlyát. Az étkezőasztal felé fordult, felkapta a poharát, és felhajtotta a tartalmát, aztán böfögött egyet. Röhögve ment ki a konyhába. Wendy feszülten nézte Ripet, mint mindig, ha részeg volt. Soha nem tudhatta, mikor ront neki. A férfi a fény felé tartotta az üveget, és vigyorgott. Töltött magának egy harmadik pohárral is, és a palackot az asztalhoz csapta. Dühe abban a pillanatban visszatért. Az egész a te hibád! Mindent megérdemelsz, amit csak kapsz tőlem! Merett rá. Annyira imbolygott, hogy a konyhaasztalnak kellett támaszkodnia, így nem tudott ártani Wendynek. A fiatalasszony végighallgatta a szidalmakat. Úgyis hiába mondana neki bármit, amíg a férje ilyen állapotban van. Majd másnap beszél vele, és ráveszi, hogy csinálja újra az elvonókúrát. Ha Rip nem kezd valamit az ivászattal, akkor el fogják veszíteni Joey-t, vagy pedig olyat tesz, amitől újra börtönbe kerül. A férfi pár perc múlva a pohárral a kezében a nappaliba támolygott. Lehuppant a kanapéra és bekapcsolta a tévét. Figyelmét hamarosan lekötötte valami sportműsor. Ezt a lehetőséget használta ki Wendy, és visszahívta a nőt. Ha már telefonált, nyilván valami fontosabbat akart közölni, mint azt, hogy Campbellék mennyire szeretik Joey-t. Komolynak hangzott, amit mondott a Haitire való utazásról. Talán figyelmeztetni akarja Wendyt arra, mire készülnek Campbellék. Nyaralás közben Alison Bauer végre teljesen ki tudott kapcsolódni. A gyerekekkel minden évben egy hétre Florida déli partjaira utaztak élvezni a tengert. Gyerekei naphosszat szörföztek, Alison pedig sokszor csak ült és nézte a vizet. Ennél jobban nem is időzíthették volna az utazást. Alison egész nyáron Campbellék ügyére aggódott, de most végre el tudott szakadni tőle.
Az elmúlt héten képes volt megfeledkezni a munkájáról, legalább annyira, hogy figyelmet tudjon szentelni a gyerekeinek. A nyaralás után azonban nehéz szívvel tért vissza az irodájába. Szeptember első péntekje volt, Campbellék 7 nap múlva örökre elveszítik a fiúkat. A bíróság téved ebben az ügyben. Mindegy, hogy mit mond a törvény. Ellison egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy Joey igazából Molly és Jack Campbellhez tartozik. Nem tudta bizonyítani, hogy Ripporter újra erőszakosan viselkedik. Joey karján meg lehetett indokolni az apró zúzódás nyomokat, így ennyi nem elég ahhoz, hogy megszakítsák a felügyeleti jogátadásának eljárását. Wendy Porter nem sokáig tudja fedezni a férjét. Ellison érezte, hogy az az ember csak bajt kavar, és aggódott Joeyért. Mi lesz vele akkor, ha már nem tartja rajta a szemét a gyermekjóléti hivatal? Végig pillantott az irodáján. Tökéletes rend volt, mint mindig. A dossziék ABC rendben sorakoztak a polcon. Tucatnyi telefonhívást kell elintéznie, de először meghallgatja az üzeneteket a rögzítőn. Egy hét távollét után biztosan rengeteg lehet. Az üzenet rögzítőn az egyik nő hangja nem tűnt ismerősnek. Mrs. Bauer, ön nem ismer engem. Bess Patty vagyok. Molly Campbell húga. Micsoda? Minek telefonál Molly Campbell húga? Ellison közelebb hajolt és felhangosította a lejátszót. Nehéz ez a helyzet, de el akarom mondani önnek, attól tartok, a nővérem és a férje azt tervezik, hogy megszöknek, és Joeyval együtt eltűnnek a hatóságok szeme elől. Mint tudja, mához egy hétre elutazunk Haitire egy önkéntes táborba. Az a gyanúm, hogy a Campbell család hamis útlevelet visz magával az útra. Emellett óriási pénzösszeg is a rendelkezésükre áll. Ellison úgy érezte, mintha elvesztette volna a lába alól a talajt. Ellenőrizték Campbelléket, és minden rendben volt. Éppen ő győzte meg erről a bírót. Igaz, hogy voltak halvány kétségei, de soha nem gondolta komolyan, hogy a házaspár tényleg meg akar szökni. A naptárra pillantott. Most már éppen úton vannak Haiti felé. Az üzenet folytatódott. Köhécselés hallatszott, mintha Molly húga sírt volna. Kérem, Mrs. Bauer, hívjon vissza, amint megkapja ezt az üzenetet. Megadta a telefonszámát, és az üzenet véget ért. Ellison leállította a lejátszót, megkapaszkodott a szék karfájában, és lehajtotta a fejét. Elkésett volna? Hogy lehet, hogy ez a bizonyos Bess Patty nem beszélt senki mással a hivatalból, ha annyira aggódik amiatt, hogy a nővére elmegy, és soha többé nem jön vissza? Ha igaza van, és Campbellék tényleg szökést terveznek, az egész Ellison felelőssége lesz. A bíró azt akarja majd tudni, miért támogatta Campbellék útját. Porteréknek pedig minden alapjuk meg lesz arra, hogy betereljék a hivatalt. Különösen, hogy ők nem is tudtak az egészről. Ha Molly Campbell húgának igaza van, akkor Ellison egész karrierje, élete, jövője derékba törik. De mindegy is. Nem tudta hibáztatni Campbelléket. Ellison feladata felügyelni, hogy minden a törvénynek megfelelően történik-e. Ő köteles biztosítani, hogy teljesüljön az, amit a rendszer a gyermek érdekében álló célként tűz ki. Öklét a homlokához nyomta. Kinek kellene elsőként telefonálnia? Talán a bírónak. Igen, biztosan neki. Ő tud a leggyorsabban intézkedni, felvenni a kapcsolatot a haiti hatóságokkal, és garantálni, hogy Campbelléket feltartóztatják és visszahozzák, még mielőtt idejük lenne bűncselekményt elkövetni. Oda ment a telefonhoz, hogy hívja a bírót, de a készülék éppen akkor szólalt meg. Ilyetten kapta fel a kagylót. Akárki legyen is, rövidre kell zárnia vele a beszélgetést. Nincs ideje más ügyre, amíg nem beszél a bíróval. Halló? Szólt bele a telefonba. Ellison Bauerrel szeretnék beszélni. Szólt bele egy nő sírva. Én vagyok az, felelte Ellison, és az órára pillantott. Minden perc számított. Miben segíthetek? Wendy Porter vagyok. Ellison elsápadt. Mi a baj, Wendy? A vonal túlsó végén percekig csak az okogást lehetett hallani. Valamit el kell mondanom önnek, kezdett bele Wendy elhaló hangon.